A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Fekete-hegy száraz rétre utazunk, ma jó napot kívánok, ez itt a Köztér Extra, amelyben ezúttal Szigli István önkormányzati képviselővel beszélgetünk. Jó napot kívánok! Jó napot, köszöntöm én is a nézőket, kiegészíteném, és Szedreskert egy részének önkormányzati képviselője. De maradjunk egy kicsit Fekete-hegy száraz réten, ott most egy aktuális probléma megoldása látszik a közlekedés tekintetében, ott azért nehéz, nagyon sokan élnek, sokan járnak be abból az irányból a városba. Mi most ott a helyzet, mi indokolta az utcafórumok, lakossági fórumok összehívását? Hát ez egy nem mostani ügy, mert az a jó, hogy legalább felfedezik az emberek, hogy olyan helyen is közlekednek, ahol eddig se lehetett volna, tehát tiltó táblák ellenére, és olyan tumultus alakult ki, és elsősorban nem az ott lakók által, hanem az Újcsóri útról folyamatosan jönnek le a járművek, akik Csór, Veszprém, Iszka-Szentgyörgy irányából jönnek. Ezzel próbálnak előnyt szerezni a többiekkel szembe, és elárasszák ezt a kis szűk utcarészt. És azt kérték a lakók, hogy próbáljunk egy olyan megoldást találni, hogy ha már nem tartják be a kreszt, akkor valamilyen zárási akciót csináljunk. Ezzel kapcsolatban lesznek utcafórumok mind a három érintett területen. Tehát nem új elemről van szó, csak a lakók kérésének eleget téve egy olyan fizikai zárásra kerülne sor, ami biztonságot ad az ott élőknek és a közlekedésbe is, meg a nyugalmukat illetően is. Az érdekesség... Tehát akkor az Újcsóriról majd a Kereszt utcákban nem lehet behajtani, ahol egyébként most is behajtani tilos van. Igen, abban rendőri ellenőrzés? Rendszeresen volt, de nem állt minden pillanatban az utcasarkon rendőr. Sokan megsértődtek ezen, mert büntettek természetesen. És én úgy gondolom, hogy ez egy régi akut problémája, nem csak a Fekete-hegy száraz rét városrésznek, több város részben is jellemzően ezekhez a belső közlekedési rendszerekhez hozzá kell nyúlni. Mert nőtt a lakólétszám, mások a közlekedési szokások, nem beszélve a közlekedési morálról. Én úgy gondolom, hogy ez megoldja jelenleg ezt a részt, és haladunk majd folyamatosan. 15 évvel ezelőtt volt egy elképzelésünk, hogy átszervezzük az egész közlekedési rendszerét a Fekete-hegy száraz rétnek. Voltak tiltakozások, nem is volt akkora nyomás rajtunk, hogy kéne. Most igen, mert ugye 6600-an lakunk már ezen a vidéken. És akkor mondjuk betonoszlopok kerülnek majd ki? Nem, hanem ugyanaz, mint a belvárosban ezek a virág, vagy zöld növényládák. Ennyi. 2023-ban folytatódik szintén ebben a városrészben a bölcsődei építése. Hol tartanak most ezek a munkálatok? Mert tavaly, ha jól emlékszem, a tavalyi esztendőben jelentették be, hogy új intézménye lesz a városrésznek. Miért volt erre szükség? Nyilván a 6600 fő talán pont ezt indokolja. Volt a kormánynak egy meghirdetett programja az egyházak részére 2 évvel ezelőtt, és a így gyülekezetesek megkerestek, hogy mint egyház, mit szólnék ahhoz, ha belevágnának egy ilyen megoldásba. Örömmel vettük, mert az idő bennünket igazolt most utólag is, hisz a Szederúti bölcsöde meg fog szűnni. És oda nagyon sok gyermeket hordtak a városrészből. Igaz, hogy a gyülekezet fogja fenntartani a létesítményt, de közfeladatokat fog ellátni, gyakorlatilag a Fekete-hegy száraz rétieknek épül ez a bölcsöde. Megvannak az engedélyek, közbeszerzési eljárás zajlik, és megítélésünk szerint szeptember körül elkezdődne az építkezés. Ez 2x14 fős csoportot jelent.
bruttó 430 milliós bekerülési értékkel. Szintén ebben a városrészben maradva, mekkora összeget fordíthat felújításra, karbantartásra az önkormányzat, a képviselői keretből akár, illetve ami erre a városrészre jut, és hogyan fogja tudni ezt elosztani, melyek a prioritások? Könnyű volt elosztani, mert ugye a Szedreskert egy része is érint engem. Azzal kezdeném, hogy akut problémája a Szedreskerten a tizemeletes épületek egyikében, a sárga tizemeletes, ami 51-től 65-ig szól, a parkolás problémája. Az elmúlt hetekben a szakemberekkel körbejártuk, hogy milyen lehetőség van. Némi útszegély mellett lévő zöld rész elvételével, amit lehet pótolni egy sorral beljebb, várhatóan 23 plusz 13 új parkolót tudunk kialakítani. Azért mondom, hogy 23, mert 23 darab érinti ezt az általam képviselt részt, és 13 pedig a másik képviselőasszonynak a körzetéhez tartozik. Ez egy lényeges dolog, ez hosszú évek óta tart a küzdelem, hogy milyen megoldást találjunk. Lesznek biztos ellenzői, mert várhatóan ettől a 65-ös számtól a belső út az a Szeder utca, ugye? Az egyirányú lenne a Palotai út fele. Tehát ezzel is csökkentve a belső forgalmat, és megint csak azt a helyzetet szeretnénk megteremteni, mint ahogy a szárazréti résznél, ezeknél az új utcát szervezéseknél, hogy a lakóknak legyen nagyobb nyugalmuk. Ne kerülőútnak használják a sok esetben a Szeder utcát, ne legyen tumultus az utakon, és így tovább. Ez egy nagyon fontos része a dolognak, illetve ha szintén ebben a városrészben az iskolával szemben szintén egy akut probléma, egy ilyen mozgáskorlátozott feljáró és lépcsőnek a teljes cseréje, mert használhatatlan az egész lépcsővel együtt. Úgyhogy hát gyakorló kismama tudja, hogy babakocsival nem volt. Nem volt egyszerű, de most már nem kell babakocsi. Igen. Ilyen szokása az embereknek, hogy kitaposnak egy olyan ösvényt, amin megközelíthetik a másik járdaszakaszt. Itt is van ezen a részen egy ilyen, és ott is megcsináljuk a járdát. Tehát gyakorlatilag ez a Szedreskerti rész egy blokkba, a következő részben pedig a Fekete egy esetében elkezdtünk egy ilyen buszmegállókat megközelítő járdáknak az építését, azt folytatjuk a Hipoly és a Rábut-Sajó utca közötti szakasznál, illetve előre tekintünk, és az ABC, ami átépítésre kerül, megközelítését is segíteni egy járda szakasz eleve ott, a Hipoly és a Séd utca részében. És ami nagyobb falat, és ez talán sokakat meglep, a buszvárót szeretnénk áthelyezni a hosszú temető középső bejáratával szembe van majdnem a buszváró a Palotai úton jelenleg, és ezért mondta, hogy mind a két város részt érinteni fogja. Azzal a céllal helyeznénk át ideiglenesen a Tambolt elé arra a betonozott placra, hogy könnyebben lehessen megközelíteni a iskolából a gyerekeknek az autóbusz várót, mert jelenleg ott az autók között kellett cikázni, meg a sárba, vízbe, hogy föl tudjanak szállni, mikor jönnek hazafele az iskolából. Illetve fontos a Szedreskertieknek abból a szempontból, hogy három újabb buszjáratot tudnak úgy igénybe venni, hogy szinte a tizenmeletes épület sarkánál fog megállni az autóbusz. Tehát gyakorlatilag a vasút felől, a piactér felől és a kórház felől van ugye három olyan járat, ami érintheti a Szedreskertieket.
A másik pedig a temetőbe érkező hozzátartozókat érinti. Jelenleg át kellett valahogy kerülni az túlsó felére, hogyha be akartak jutni a temetőbe az oldalsó kapunál. Most ez a busz megáll, ahova kerülne, az a zebrától 5 méterre van. Tehát gyakorlatilag, ha valaki a hozzátartozójához jön, akkor biztonságba bele, föl tud majd szállni az autóbuszra és fekete egy irányába elmenni. Tehát én úgy gondolom, hogy minden olyan fejlesztést próbálunk megvalósítani, ami azt úgy szokták fogalmazni, hogy egy közérzetjavítás is, meg egy kényelmi helyzetjavítása is. És ha már itt tartunk, akkor már jár Komárom fele a fekete egy száraz rétről vonalt, de némi finomítás még ott is szükséges. Szükséges, egyre többen használják, az már látszik, és a legnagyobb probléma, hogy a vonatok reggeli indulása is van, mert ha Komáromból előbb indulna mondjuk egy fél óra, órával az első járat, akkor az úgy érkezne a szárazrétre, hogy a vasúti megállótól 80 méterre lévő buszról leszáll a gyermek, tanuló, felnőtt, stb. És felszáll a vonatra, és 5 perc múlva vasúton van. Tehát kikerüli a körforgalmat. Ugyanez visszafele. Tehát most a állami szervek a miniszterrel az élén ígérgetik a menetrendek összehangolását. Mi is ezt próbáljuk a polgármester úr segítségével, hogy összhangban legyen a komáromi vasút és a 37-es autóbusznak a menetrendje. Nagyon sokat javítana a helyzeten, reggel dugig vannak a buszok, mikor jönnek iskolába, vagy éppen hazafele. Így meg egy egyszerű mozzanattal a vasúttól, akár 4-5 busszal is el tudják azokat a helyeket érni, ahova iskolába járnak, legyen az a bármelyik a belváros környékén. Tehát én úgy gondolom, hogy ez is egy lényeges mozzanat lesz az elkövetkezendő időszakban. Nehéz tervezni, tekintve az elmúlt néhány évet. Igen. Én most mégis azt kérem, hogy röviden esetleg a távlati tervekről beszéljünk egy kicsit így a műsor vége felé. A távlati, még egy dolgot említsünk meg, a kereskedelem, vagy szolgáltatás kereskedelem, ugye a posta és a szamos ABC-nek van egy régi, az első, annak idején korszerű ABC áruházként épült. Most a tulajdonosok, Jászberényi székhelyű tulajdonosa van. Szerencsére jó kapcsolatot sikerült velük kialakítani, és eljutottunk arra a pontra, hogy átépítik a teljes ABC-t, majdnem duplájára fogják növelni az eladóteret, és ahogy ők fogalmaznak, egy ilyen mini szupermarketet szeretnének létrehozni, és a ma 7 négyzetméteren működő posta helyett egy közel 40 négyzetméteres posta kiszolgáló helyiség épülne. A tervek már készülnek, minden igaz, akkor ősz környékére lesznek engedélyek az építkezéshez, és talán megkezdik az alapozási munkátokat is. Ugyanígy visszatérve a bölcsödéhez, a szeptember, talán említettük, de szeptemberben kezdődnek. Hát már a kivitelezés akkor indulhat. Kivitelezés. Ez az ABC átépítés és posta ügy, ez közel 500 milliós beruházás. Tehát úgy fogalmaztam a legutóbb, hogy úgy sikerült a városrész fejlesztését megoldani, hogy az önkormányzati kasszát nem érinti. A jövőt illetően nagyon fontos lenne a körforgalomnak a kérdése. Nem egyszerű, azért elmondom, mert állami kezelésben van, és a tervezés is minimum 1-1,5 év, ha átépítést gondolunk. Plusz 1-1,5 év biztos a kivitelezés. Tehát azokat a megoldásokat kéne elővenni, hogy a tranzit útvonalat hogyan tudnánk átszervezni a 81-es felől jövő forgalommal. Körülbelül naponta 80-100 kamion halad át. Meg lenne rá a megoldás, akarat kérdése, hogy az állami szervek ezt hogy segítik.
Nem mondtunk le arról se, és elképzelhető, hogy az idén nekiindulunk valamilyen úton módon a Fekete egy százéti szabadidőközpont építésének is. A polgármester úrral helyszínen bejártuk az egészet, elkészültek a tervei. Mi lenne a helyszín, vagy mi lesz a helyszín? A Bébic utcai jelenleg is sportpályaként működő rész. Három ütembe szeretnénk megvalósítani. Az első ütembe egy nagy játszóteret, illetve parkolók építését, illetve a mostani sportpálya felújítását. Tehát gyakorlatilag ez is egy, hát remélem nem túl távlati, tehát egy pár éven, de lehet, hogy idejében is lesz rá forrás, mert próbálkozunk. Az úgynevezett fehérvári kalandparknak a megépítése, nagyon nagy szükség lenne rá. Összes engedélye mindene megvan. Ezen is meditáltunk a polgármester úrral, hogy egy... Ott a vállalkozó lépett vissza, hogyha jól emlékszem, mert volt már róla szó. Nem lépett vissza, csak hát vállalkozó nem tud magán 1,2-1,3 millió teren pályáztak a különböző turisztikai alapokba, és mindig félretolták. Úgy gondoljuk, hogy talán lesz lehetőség azt is elindítani. Tehát ha így távlatokba gondolkodunk, akkor azt tudom mondani, hogy vannak elképzelések. Hát nem tudom, hogy bátorkodjak megemlíteni, hogy napirenden van egy termelői piacnak a kialakítása is a városrészbe, de ez még korai, csak ennyi, hogy napirenden van. Most kezdjük el megszervezni, hogy miként legyen. Tehát van munka bőven. Tehát valaki azt kérdezte, na akkor most belendül az élet, hogy ismert, hogy mikor lesznek a választások. Hát ha látható, hogy nem ettől függött ez az egész dolog, mert különben rég elkezdtük ezeket a feladatokat. Akkor majd a piacról és a többiekről később beszélünk. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a stúdióban. Én is köszönöm a lehetőséget, tehát főleg azért, mert volt miről beszélni. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt a Köztér Extra. Tartsanak továbbra is velünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.